Ha van is ötletük, nem mindig tudják a kis és közepes vállalkozások, hogy mire pályázzanak, milyen programban tudják fejlesztési terveiket megvalósítani. A projekt megfogalmazás szakasza van a vállalkozók részéről. Itt elsősorban a vidékfejlesztésben, ugyebár abban törekszünk, hogy a meglévő munkahelyeknek a megőrzése, új munkahelyeknek a létesítése, és elsősorban a KKV-k, a kis és közepes vállalkozások, családi gazdaságoknak a támogatása élvez prioritást. A vidékfejlesztési program 138 milliárd forintos keretéből az élelmiszer- és feldolgozóipart kiemelten szeretnék támogatni a megyében. Eddig 4,3 milliárd forintnyi pályázati felhívás már megjelent ebben a programban, de a KKV-khoz a TOB-ból is kerülhet fejlesztési forrás. Az önkormányzati fejlesztésébe természetesen mindenképpen be tudnak kapcsolni a vállalkozások, hiszen kivitelezőként rögtön, mint szereplőbe lépnek ezekbe a fejlesztésekbe, illetve a fejlesztések megvalósításába, és a paletta az nagyon széles, hiszen egyrészt az önkormányzati energetikai korszerűsítésbe, az épületek felújításába lesznek lehetőségek, megújuló energiaforrásoknak a bekapcsolása az energetikai hálózatba, emellett önkormányzati szociális fejlesztések, szociális alapszolgáltatások fejlesztése, konyha felújítás, étkezés, nappali szociális ellátás, óvodai, bölcsődei épületeknek a fejlesztése. Sok éves kihagyás után a korábban félbehagyott beruházásaikat is be tudják fejezni a vállalkozások. Minden pályázaton többszörös a túljelentkezés. Az alaposan kidolgozott, magas pontszámú kérelmek fognak nyerni. A GINOP-ban 1000 milliárd forint a keretösszeg, 50 pályázati felhívás várható. Vannak már megjelentek, és lesznek újabbak is. Jellemzően a termelő-feldolgozó tevékenységet folytató, vagy ilyen tevékenységet indítani készülő vállalkozások számíthatnak jelentős forrásokra. Igaz, hogy felfüggesztés alatt van most jelenleg ez a pályázat, viszont újranyitását tervezik, átdolgozva újranyitják ezt a pályázatot, kapacitásfejlesztés, a termelési kapacitások bővítésére, eszközfejlesztésre, gyártóeszközök fejlesztésére. Saját ötletét valósította meg ez a nyíregyházi cég 2013-ban egy uniós pályázat segítségével 1 millió euró értékű stancológépet vásárolhatott. Ez adott nekünk lehetőséget arra, hogy a csomagolóanyag gyártásba komoly szereplőként részt tudjunk venni. De működik, tehát bejött az elképzelésünk egyébként. Mondhatnám úgy is, hogy bajba lettünk volna, ha nem jön be az elképzelésünk. A beruházás út egyébként 40%-kal nőtt a cégnek a létszáma, és 60%-kal az árbevétele. A cég vezérigazgatója elmondta, ha a nyomdaiparban az új technológiák bevezetése és cseréje elengedhetetlen, úgy véli, az uniós lehetőségek bővülnek, viszont a pályázatok komoly szűrőn mennek át.